Na, szervusztok, ez itt a Trollfoci YouTube channel, ismét csütörtök van, hát hoztunk nektek megint 5 darab Troger játékos. Tehát folytatjuk a múltkori sorozatot, elég jó bevált, meg hát ez egy ilyen végtelen történet, itt akárhány játékost össze tudnánk nektek még szedni, meg hát kommentben is nekünk nagyon sokat küldtetek, meg hát ugye elég sok nagy karakter kimaradt a legutóbbi adásban, úgyhogy ott folytatjuk a labajtuk. Nagyon szerettétek ezt az epizódot, nagyon-nagyon sok komment érkezett, és ez a videó is ismét fölkerült a YouTube felkapott listájára, amit nagyon-nagyon szépen köszönünk nektek. Továbbá közérdekű információ, Spiegel György, Borsodi Marketing igazgatónak szeretnénk gratulálni a születendő gyermekéhez, és számunk érni rajta, hogy még mindig nem jött meg az a 2 tálca sör, amit ígértél nekünk, Gyuri, úgyhogy légy szíves, szedd össze. A Borsodi Hopi. Hát mi nagyon szeretnénk tejfakasztót tartani neked, hát nincs miből. Nincs, tehát nincs mit ígyunk, most itt ez a 2 doboz Borsodi, ezt még elfogyasztjuk, de utána kifogytunk. Szóval várjuk a Borsodi Hopit. Az első nagyon nagy kedvencünk, nagyon-nagyon sokan küldtétek be nekünk. Drusám, Adrián Mutu. Igen, Adrián Mutu, aki, tehát hogy ránézel a fejére, ahogy ugye szokás mondani, az Isten is kamionsofőrnek teremtette, vagy éppen kecskepásztornak. Ő arról híres még, tehát egyrészt, hogy egy nagyon-nagyon jó játékos volt, hogy ő az egyetlen olyan román, aki nem uborkás szedni ment ki Olaszországba, vagy a Kolosseum mellett, mit tudom én, mi az szar, amit árulni szoktam? Ja, ez a, mi kilövi, azt hittem, ezt a színes szart, ami kilövi az égbe. De olyat vettél már, olyat valahol? Sehol, soha senki nem vett szerintem még olyat. Megvan mi az neked? Mindenhol lehet kapni. Mész az utcán, és így... És így föllövik. És így visszajön, és így világít. Mindegy. Kicsit elkanyarodtunk, hogy a témától. Tehát igen, hogy nem volt selfie-bot árus. Viszont egy óriási karrier futott be a fiatalember, ugye Dinamo Bukarest, Inter, Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina, Cesena, Ajaccio... Petrolú Plojást! Ja, hát Adrián Mutu, tehát hogy az ő karrierében is hát voltak ilyen kisebb fajta mélypontok, amit minek köszönheted? Hát nyilván... A kokainnak. Most próbáltam megkerülni itt a történetet, de hát ő szerette na. Hát igen, a román nép egyszerű fia, ugye nyugatra jön, hát... Rászakadt egy kicsit a dicsőség, és úgy döntött, hogy elindul a maradónai úton. Ezinél ugye rögtön úgy kezdte, hogy tehát ott tagadott mindent, amikor jött az első ilyennél a dopingbotránya, azt mondta, hogy ő nem is szeretett kokaint. Az nem az. Valaki belekevert az italjába. Nem, még azt sem. Ő azt mondta, hogy viccből potencia növelő tablettákat szedett, mert valami pornószínész belekevert az italába, valami ilyesmit magyarázott az úriember. Hát ugye nyilván szóltak neki, hogy figyelj, ne legyen már hülye basszus. Aztán végül egy nyílt levélben elismerte a Chelsea vezetőségének, hogy tényleg az volt, már meg se kell egyszer várni. Kipróbálta. Igen, meg se kell várni a B-tesztet. Viszont... azt mondta a Chelsea-n teljesen besértődött, hogy mi az, hogy 18 millió euró kártérítést akarnak vele kivizettetni, mert ő ezt nem érdemli meg. Hát igaz, gondolom másra akartak költeni ezt a 18 millió eurót. Még több kokainra gondolom. Ne gondoljuk tovább. Nem érdemli meg, hát tetszett volna nem drogozni, vagy nem tudom. Túl egyszerű lett volna. Igen. Aztán jött ugye neki Firenzébe egy újabb kokainbotrány. Semmivel nem tanul a csávó, abszolút nem. Aztán volt neki egy olyanja, hogy már majdnem lejárt a 9 hónapos eltiltása, mit csinál? Elmegy Firenzébe mulatni, mielőtt, hát aztán előző héten, mielőtt lejárt volna az eltiltása, és mocskosul összetört az orrát egy pincérnek. Elment mulatni. Hát ezért mint a kokorinék is elmentek mulatni, aztán mindenkibe belekötöttek, akibe lehetett. Jó, hát ez egy okos dolog volt. Erre még egyszer eltiltották? Vagy mi történt? Nem. Azt hiszem, hogy Mihajlov is volt az edzője, és azt mondta, hogy már most így szerintem őt meg fogja ez nyugtatni, hogy visszatér a futballpályára. És gondolom, akkor megnyugtatta Adrián Mutut, mert tényleg ő nem volt egy rossz játékos. Hát ő volt ezt a gólokat, és főleg a Fiorentinában. Igen, és nem tudom, tudtátok-e, hogy 2003-ra őt aranylabdára is jelölték. Egy román aranylabdás. Önmagában már hülyeség. Megkapja a labdát a csávó, aha. És így itt áll a Mutu, látod? Látom. És a gyerek itt valami agyfaszt kap. És Mutu mit csinál? Megkapja itt a labdát. Nagyon érdekes körülmények. Ott hagyja a fenébe. Mondjuk itt 3 védőt ugye küld a csávó. Aha, 1-2. Jó, és akkor itt ugye mindenkinek kiesik.
És Mutu azt nyilatkozta, hogy ő nem vette észre az esetet. Persze, hogy nem vette észre. Csak ott volt igazából 2-3 méter előtte. Ezt Zamparini mondta, és a Palermo elnöke nyilatkozta, igen. Azt mondja, hogy az egyik játékosunk lesérült, de a bírósípja néma maradt, Mutu román cigány módjára tovább játszott. Nem akartam megbántani Mutut, amikor dörzsölt kis cigánynak neveztem, csupán emlékeztetni szeretném a viselkedésére és arra, hogy egy posztkommunista országból érkezett, cselekedette ösztönös volt, a nemzetiségéből fakad, a románok génjeiben hordozák ezt a tulajdonságot. Hát ez akár egy ülött ellenségeink blogról is jöhetett volna, de ezt mondjuk Zamparini nyilatkozta, és ez nagyon távol áll a trollfoci hivatalos véleményét. Aztán ugye voltak neki további ilyen botrányai, amikor mindjárt fog jönni az úriember, a Gabi Tamás, Tamás Gabi. Hát lett volna egy mérkőzésük nekik San Marinoval, de hát ugye Adrián Mutu nagyon ismerte Olaszország összes presszóját, bárját, és ők a mérkőzés megelőző éjszakát Gabi Tamással rommáíták magukat, úgyhogy nem léptek pályára, ugye. Aztán volt még olyan botránya neki, hogy 2 év múlva visszavették a válogatottba, utána nem állították be a görögök ellen, és a Viktor Picurka, a szövetségi kapitányt, hát Mr. Bean-ként ábrázolta a Facebook oldalán, profilján. Emiatt eltiltották ismét. Aztán voltak még ilyen hírek róluk, hogy róla, hogy amikor elment a Petrolú Ploiesbe, hát Pitesbe van a Dacia, vagy Ploiesbe? Pitesbe van a Dacia. Valahol ott lenn. Vagy Ploiest? Valahol ott a hegyen túl lenn. Nem tudom én sem. Ploiest a... Mordor. Mindegy. Valahol. Azt mondja, a román ligát irányító Dumitru Dragomir azt küldte szét, hogy jelenleg a Petrolú Ploiesben szereplő támadó március 2-án lejátszott Ocelul elleni összecsapás után olyan állapotban jelent meg a gárda edzésén, ami alkalmatlaná tette a gyakorláson való részvételre. Mutu korábban elismert, hogy kokain rabja volt, arról nem tudni, hogy mivel érte el az említett különös állapotot. Kokain rabja volt, és nem tudni, mivel érte el az említett állapotot. Hívjuk fel Sherlock Holmes-ot, Dr. Watson-t, és akkor összerakják szerintem itt a csávó azért nem az csak a futballpályán csinálta fasságait, mert volt neki egy babysittere, aki följelentetve meglopott, őt meglopta 4000 euróval, nem tudom milyen letepel belőle, vagy nem, de ugye azt már nem mondta el, hogy közben ő kezelgette is ezt a babysittert, úgyhogy lehet, hogy a jogos jussát kérte el a hölgy. De vajon miért utálja minden magyar annyira? Mert román. De most ezt kár szépíteni, azért ismerjük a két ország történelmi ellentéteit, tehát ilyen a futballban kellenek a nagy rangadók, hát a magyar-román rangadó is, hát egy ilyen. De hát ez ilyen, ez valószínűleg, hogyha Dzsudzsák Balázs képét mutogatott Bukarestben, ugyanez a reakció, csak fordítva. Következő fiunk, aki... Brassói, és bár a neve elég magyarosan hangzik. Árulkodó. Lehet, hogy vannak magyar felmenői, de biztos, nem, mert ő román, szerintem. És azt mondom, nem is nagyon tud magyarul. Gabriel Tamás a neve, vagyis hát Tamás Gábor, legyen Tamás Gábor. Vagy ahogy betézik, ugye Gabi Tamás. Igen, román válogatott középhátvéd, abszolút nem volt ügyetlen gyerek. Figyeld! Torrajta egyet, középhátvédként, na Talka! Jó, itt azért a kapus is benne volt, de ez egy szép löket volt onnan a filmjára. Hátulról nézd meg ezt a lasztit. Azt figyeld. Figyeld. Van benne ki Frimda Roberto Carlosnál? Ott az... Ajajajajaj. Akkor mégse a kapus. Takarásban is hatalmas volt. Hatalmas gellert kapott. Hát 40-ről körülbelül. Hát, alsó hangon 40-ről. Ez tényleg egy szép gól volt. Pedig nem szoktak neki bikázni, nem ér. Ja. Gondolom ráívott így a meccs előtt, aztán... Na igen, tehát nem volt ugyetlen gyerek, ugye Brassóba kezdte, aztán van itt Dinamo, Galatasaray, Spartak, Celta Vigo, Oszer, West Brom. Azt mondja, hogy már rögtön itt a Celta Vigónál már meggyűlt a piával a baj a fiatalembernek. Gondolom Moszkvában nem ivott előtt a Spartakra. Azt mondja, hogy akkor Oszernél is. Hát ott aztán nem tudom mennyit játszott, nem sokat, mert onnan megkölcsön adták a Dinamo Bukarestnek. Szintén ilyen alkohol problémák miatt, viszont a Dinamónál rögtön ugye megtették csapatkapitánynak. Ilyen ajánlólevéllel kell a Dinamónál, hogy csapatkapitány legyen. Igye egy picit. Viszont mennyit bírsz inni? Na, húzd le. Ja, Kolozsvártól miért rúgták ki vajon? Hú, hol volt? Biztos ott is előre köszöntek neki a kocsmákban. Szerintem biztos, 100%. Aztán ugye itt meg felírtam, hogy kivitte bele a rosszba, de hát mentő magától is, ahogy nézem, mert ugye Adrián Mutuval ők ketten így voltak, mint a borsó meg a héja, úgyhogy
mindent megittak, mindent felszívtak, amit lehetett. Kibaszták őt is ugye a román válogatottból, aztán lenyilatkozta, biztos, hogy nem volt szomjas akkor sem, hogy nem akar már a román válogatottban játszani, mert túl sok egyéni érték és rossz indulatúság van a román válogatottban. 13 májusában, akkor ezt a videót nézzük meg, mert ez zseni. Ilyet én még nem láttam, bazdmeg. Óriási. Azt mondja, reggel 3:48. Kb. Az időpont, mikor Kokorin meg a Mamajev az már verekedett valamelyik reggeliző helyen. Vagy más itt voltam. Vagy más itt voltam. Na. De ő itt lakott? Dehogy is. Akkor csak azt hittem, hogy ott lakott. Tudom. Nem, ez full random lépcsőházat. Próbál ő bejutni nagyon, de nézd meg, itt a Marika nénit mondja neki, hogy hát nagyon szíves távozni. Csak akkor itt próbálkozik, búm! Azért a jobb láb azért, ugye elsült az ukránok ellen, elsült itt az ajtóban is. És alul bemászik. Nem, hogy benyúlni és a kilincset. Jó, hát ahogy látom. Itt logikát már nem kell benne keresni, az ember az nagyon-nagyon romul van. És akkor azt csinálta, hogy fölment az első emeletre, ahol körülnézett és lefeküdt aludni. És a rendőrök itt találtak rá. Itt a rendőrségre bevitték. Na, a rendőrbe is be akar kötni? Neki hepciáskodni, levetkőzik, megmutatja magát. Szönt futballist. Lefekszik. Ez ilyen elbaszott Emporio Armani reklám, nem? Aha. Kis mutatványáért 8 hónap börtön kapott. Felfüggesztve nyilván. Akkor jelezzünk kicsit Magyarországra, ugyanis nekünk is vannak ilyen legendás játékosaink, mint, mert ugye eddig csak itt ilyen külföldiekről beszéltünk. Szóval az egyik ilyen kiemelkedő figura, az nem más, mint Váci Zoltán, a Vasasnak a korábbi legendája. Azt szokták róla mondani, hogy ő a magyar Paul Gascoigne. És ez valamennyire igaz is, ugyanis hát nem vetette meg Zolinkánk sem az italt. Idéznék, azt mondja, hogy nem csak a pályán volt leengedlő, a kocsmában is kevesen tudták lenyomni, éveken át futballozott olyan véralkohol szinte, melyre más a mosdóig sem jutott volna el. Nos, Váci Zoli debreceni nevelés volt, és onnan már ideje korán elkerült, bár mindenki váltig állítja, hogy ott még nem volt közel annyira az alkoholhoz, elég valószínű, hogy igen, és Békés Csabára kerülvén már elég nagy fejest ugrottak a nagybetűs életbe. Itt idéznék megint, azt mondják, hogy Békés Csabán úgy ment, hogy felkeltünk, elindultunk délelőtti edzésre. Útközben volt 3 bódi, mind a 3-ból kaptam egy sört. A borozóban találkoztunk, én viszkiztem, a többiek boroztak, szarvasan és sörözött, Horváth Béla 2 deci konyakot ivott, aztán edzés. Délután ugyanez a kör, végül a Pálma Presszóba zártuk a napot. És azt mondja, hogy egyik idegenbeli meccsről ott a Pásztor Józsi, aki a Békés Csaba akkori edzője volt, kocsmájában találkoztunk, meghívtam Józsit egy boroskulára, ő visszaívott, így ment egy darabig, aztán buszra szálltunk, elmentünk Kispestre, rúgtam 2 gólt, nyertünk is, jöttünk haza. Ilyen egyszerű játék az a futball. És de hát azt azért tegyük hozzá, hogy a 90-es években nem Váci Zoli volt az egyetlen, ugye itt azért a Fradinak a korábbi nagyobb legendája és a 90-es évek elejéről még meséltek, bárhol fel lehet az interneten. Meséltek olyan dolgokat, hogy ott azért nem mindig volt tiszta a feje, amikor pályára léptek. Pásztor József is azt nyilatkozta abban az időben, hogy a Barcelonába kéne játszolom el ott. Ez a saját télfeléről megindul. Aha. Az ember, és lehet számolni, azt mondja, hogy egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Itt mindenki. Mindenkit. Mindenki. Szenzációs futballista volt, azt nem lehet tőle elvenni. Abszolút. Gyönyörű szép volt. És sokkal többre vihette volna ő is, hogyha nem az italt választja. Aztán most állítása szerint, mióta befejezte a... Volt van egy interjú, igen. Mi interjú, nem tudom, ki csinálta. Igen. Jelmezetlen voltam, cigarettáztam, sőt. Ha kellett, akkor buliztam is. Ha nem volt kedvem, nem mentem edzésre, ha volt kedvem, akkor mentem. És ott mondta azt, hogy amióta ő befejezte a profi karrierét, azóta teljesen felhagyott. A cigi az megmaradt. De hát Váci Zoli volt az, aki például, mikor a Vasasnál játszott, és Gele Imre volt az edző, volt olyan, hogy már meccs előtt a szertárban bagózott, fél időben is a szertárban bagózott, amíg mások hallgatták a taktikai utasítást, meg meccs végén is már sportszárban, meccben még mindig ott bagózott a szertárban. Ha kikerülök hamarabb, nem ebbe a közegben ölök fel, amit volt Magyarországon, hanem mondjuk egy Ausztriában, egy Spanyolországban,
akkor lehet, hogy most nem sokan beszélnének a Messiről. Valamiért Pecás Zolinak hívták őt a Békés Csabán. Ez nekem nem derült ki, tehát próbáltam itt utána kutatni, utána olvasgatni, hogy miért lett konkrétan Pecás Zoli. Tehát biztos, ennek is van valami egyáltalán nem az alkoholhoz fűződő története. Szeretett horgászni, vagy mi? Nem tudom. Azért mondom, én nézegettem, hogy miért lett ő Pecás Zoli, de nem. Ő CZ-vel van. Igen. Úgyhogy valaki esetleg tudja az igazi sztorit, vagy hallotta valakitől, aki hallotta valakitől, akkor az kommentben bökje bár be nekünk, mert tényleg tökre kíváncsi lennék rá. Megint hova máshova visz minket az útunk, mint Angliába. Valamiért ez az ország futószalagot azért termelte az ilyen játékosokat, nem csak a jó játékosokat, hát az ilyen fene gyerekeket is. George Best-ről persze azt is kell tudni. Angliára főszisztentem George Best kapcsán kicsit. Miért? Északír fiú volt. Ja. A brit szigetekre gondoltam, Írországra. Tehát ez a kettő, ami az alkoholkultúrát illeti, ez a két ország azért megegyezik erősen. Na mindegy, ő is egy nagyon tehetséges fiú volt azért. A Manchester Unitednél is kitűnt, ott játszott 10 akárhány évig, rengeteg gólt lőtt, ugye támadó középpályás támadó volt, rengeteg gólt lőtt, tehát 17 évesen neki is a nyakába szakadt a nagy hírnév, amit nem igazán tudott kezelni, és hát az élet császára volt ő konkrétan. Tehát már 18-19-20 évesen éttermei meg kocsmái voltak Manchesterben, meg Londonban is, és hát ennek megfelelően óriási nagy buli királynak számított. Tehát aki George Best-tel jóba volt, hétvégén állandóan tivornyáztak, meg nagyba voltak, és vedeltek, amit csak lehetett. Belfázban óriási nagy kultusza van még mindig, ugye nyilván az embernek. Mikor voltunk kint Belfázban? Mikor ugye majdnem kijutottunk az EB-re, és ugye akkor egész nap Belfáz utcáit járva, tehát minden sarkon, minden bárba, jó kivéve az ilyen sima ír pábokban nem találkoztunk George Best-nek az arcával, vagy valamelyik fotójával, vagy szobrával például, de hát ugye még mindig óriási kultusznak örvend, ahogy nálunk gondolom Puskás öcsi, vagy ilyesmi. Azzal a különbség, hogy George Best azért megitta magáért. Elég erősen. Származik tőle nem két szálló ige, például az egyik az a csomó pénzt költöttem PR-ra, nőkre és gyors autókra, a többi pénzt meg csak úgy elvertem. Meg volt egy ilyen is neki, hogy ha választanom kellene, hogy 3 embert vagy 4 embert kicselezve az Anfield Roadon gólt lőjek 40 yardról, vagy lefeküdjek a Miss World-re, akkor hát elég nagy gondba lennék. Szerencsére mind a kettő meg volt. Ja. Volt neki az nem tudom, igaz sztori? Mesélte, hogy vett az óceánparton nem messze az óceántól vett magának egy nyaralót, és a nyaraló és az óceán között volt egy kocsma. És mondta, hogy soha nem láttam az óceánt. Kérdezték tőle, hogy tényleg igaz, hogy lefeküdtél 7 Miss World-el? Azt mondja, nem igaz, csak 4-jel, mert a többi 3-hoz nem mentem el. Ja, és ő mondta azt is, hogy 1969-ben egyszer abba hagytam a csajozást és a piázást, életem leghosszabb 20 perce volt. Nem, annyira nem ment le Trógerba, mint Robin Friday, hogy mindenféle londoni drogbarlangokban töltötte néhány hónapot, majd megint feltűnt edzésen. George Best azért járt rendesen, amennyire lehetett járt rendesen edzése, megtette a dolgát, focizott is, csak hát közben nagy kanállal falta az életet. Elég szépen. A futball hőskora, ugye. Meg arról híres ő, amit szerintem a világon nagyon kevesen értek el eddig, hogy májtranszplantációja volt, mert nyilván az egyiket az teljesen elitta, mert teljesen tönkrement haszontalan, ahogy a macskajában volt, ugye. És valamiért a transzplantációs lista elejére került, és ebből egyébként botrány is lett, hogy mi az, hogy George Best valószínűleg fizetett valakinek, nem tudom. Na mindegy, kapott egy második májat is, amit szintén sikeresen elívott. Tehát szerintem az önmaga nemében világrekord, hogy valaki 2 darab májat igyon el egy élet során. De hát a végén már szegényünk nagyon-nagyon rosszul nézett ki, nagyon-nagyon besárgult, ugye hát a mája felmondta a szolgálatot, és hát ő sem. Hát a Robin Friday sem, ő sem náthában. Tüdőgyulladásban halt meg, ugye itt a... Tüdőgyulladásban. Nem bírta. Na, a következő játékosunk, fene gyerekünk, mindannyiunk egyik kedvence, mármint színészként, Vinnie Jones. Ugye, hát nagyon sok Guy Ritchie filmben is szerepelt, de
Én előbb ismertem színészként, mint focistaként. Tehát én már az internet korában jöttem rá arra, hogy korábban hát elég komoly és elég kemény focista hírében állt. Itt bizony nincs punci. Csak azt fogod kívánni, bárcsak puncit lenne. Aki megmagyarózta, ugye... Gascoigne, így van. Hát folyamatosan Dagi gyerekezte Gascoigne az egész meccs alatt, meg amúgy sem bírt már vele, és onnan ment mellé, és így izomból megmagyarózta. Gascoigne erre egy tök jó reagált. Egyébként meg küldött a Vinnie Jonesnak egy szál vörös rózsát a meccs után. Vinnie Jones sem maradt egyébként adós a válaszsal, ő meg egy WC kefét küldött a Gascoigne-nak. Ők a mai napig nagyon jó barátok, azt tudtátok? Ők Angliába együtt hakniznak, még a mai napig így lépegettek föl. Szerintem így pont a Vinnie mentette meg a Gascoigne-t a totális lezűléstől. Most én mindenféle ilyen előadásokat tartanak. Kettői kapcsolatára, becseiről gondolom, az alkoholizmusról talán, még kis stand-upokba. Már amikor Gascoigne nincs bent pont a... De mostanában nincsen, hogy írták is, nagyon sok kommentelő írta nekünk az előző videóhoz, hogy már olyan 4-5 éve Gascoigne úgy rendbe szedte az életét is, már teljesen jól van állítólag, kívánjuk neki, hogy maradjunk is így. Játszottam Wimbledonnál, a Leedsnél, a Sheffield Unitednél, sőt a Chelseanél is megfordult, meg a QPR-nál is, és 9-szeres Velszi válogatott is. Ez a pozitív része. A negatív része az, hogy 12 sárga lapot kapott pályafutása során, 12 piros lapot kapott pályafutása során. A sárga lapok száma az meg gyakorlatilag megszámlálhatatlan, mert annyi van neki. Hát azért neki volt egy csúnya belépés. 12 piros lapot összeszedni egy pályafutás alatt szerintem én nem gyenge. Hát a 12 meccs, az lófasz. És a Wimbledonnal még FA kupát is nyert. Utána meg egy hétig bulisztak, de tényleg konkrétan egy hétig, és az aranyérmét azt mindjárt az első esetre elvesztette. Amit később megkerült persze, a házmester odaadta neki, de ez is mennyire tipikusan angol, nyerünk a Wimbledonnal egy FA kupát, és akkor utána egy hétig, de tényleg egy hétig, nem túlzás, nem költőtúlzás. Az őrült banda, ők voltak, nem? Igen. Nagyon, nagyon kellemetlen ellenfélnek számítottak, és mindenki gyűlöttelenül játszani, mert ugyanilyen karakterek játszottak ott, mint a Vinnie Jones, ilyen... Tehát így lefordítva, hogy mostanában nagyon-nagyon megy ez a Last Dance, a Michael Jordan-es kosaras film a Netflixen, ők voltak az angol futball Detroit Pistons-a. Igen. Ki vagy, Morci? Az angol foci meg amúgy is mindig megengedőbb, hát a Wimbledon meg hát nagyon, mondom, nagyon kemények voltak a pályán, tehát erről voltak híresek, és egyszerűen az ellenfelek gyűlöltek ellenük játszani. Valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy FA kupát nyertek. Volt valami olyasmi meccse is neki, nem, hogy az egész családja kiment megnézni őt, és az edző kispadra szerette volna őt tenni, és könyörgött az edzőnek, hogy hadd álljon be, mert itt van mindenki, az egész családjával, aki látni akarta őt meccs közben. Jó, az edző mondta, oké, menjél föl, a 7. percben piros csapa kiállította magát, ugye az első védőt telibe rúgta mind az állat. Júj! Bam! Fekvő játékos. Megérkezett. Itt Gary Stevensnek gyakorlatilag szétvágta a térdét is egy pár hónapra. Eltette lábalól. Volt egyszer 95-ben, hogy szakértőként az angol Daily Mirror elküldte őt egy Anglia-Írország meccsre, ugye megfigyelőként, hogy tudósítson, és már korra reggel bebaszott a szállodában, mint az ökör, és ott volt Gary Lineker, és ezt meg elkezdte fikázni, hogy milyen szétálló füleid vannak, meg elkezdte pirítóssal dobálni. Napközben még egy pár kocsmában ráívott, az este a Daily Mirror másik újságírójának megharapta az orrát. Hát ez volt a rövid karrierje a Daily Mirrornál, mert utána valamiért nem tartottak igényt a munkájára. Nagyon jó, nem lett ilyen. Mi volt ő? Szakkommentátor? Hát ilyen tudósítóként küldték ki. Nem tudom pontosan, mi lett volna a funkciója, de szerintem ez nem is derült ki, mivel... Hát mivel színésznek állt az ember. Igen. Hát karakterszínész lett belőle, nem is rossz karakterszínész. Nem egy, nem kettő, erre melyikben? A Ravasz egy és a két füstölgő puskacsőben is feltűnik, a Bluffben is. Hát akkor... Kapjátok be. Na szóval a kabát pedig nem tesszük bele. Mert ja. Belerugott egy őrbódéba, meg egyszer nem tankolt. Igen. Rossz fiú. Igen. Ezen gondolkodtunk, hogy kabát mit beletegyük, hogy legyen még egy magyarunk is. De nem. Kabát egy ilyen jó kisfiú ezekhez képest, nem? Tehát, hogy... Igen. Hát csak volt az, hogy Minskben, Fehér Oroszországban bebasztak, és ott egy lengyel
nagykövetség Őrbódéjába belekötött, igen. A Cvitkovicsal volt, meg a nem is tudom kivel még. Meg volt valamilyen sportklubos interjú, ahol a Sanyi, meg a Fecesi, meg ezek úgy hívták őt, hogy ő a mi magyar Balotellink. Gászkonyi, hogy a reggeli húgyozása közben is több galibát csinált, mint Kabát Peti egész életében. Hát igen, mert ő egy jó futballista volt, biztos, hogy a futballa foglalkozott. Azért játszott ilyen remek csapatokban. Mondtam a hétvégén unokatestvéremnek, hogy megint erre a részre készülünk. Azt mondta, hogy szerinte kezdjünk el gyűjteni ilyen sztorikat a megyeiből, mert biztos millió egy van. Úgyhogy ha tudtak esetleg egy ilyen sztorit, mert szerintem a megyeiben 1500 ilyen fenegyereket találunk csak Magyarországon. Ha tudtok ilyen jó sztorit tényleg, ami így hosszabb, összetettebb, és úgy gondoljátok, hogy érdemes lenne megosztani a nagy közönséggel, akkor azt jelezzétek kommentbe, vagy küldjétek el nekünk a Trollfoci oldalra, bárhova, és egyszer összedobunk egy ilyen részt is, ahol megyei fenegyerekek lesznek. Fényképet is megküldjetek hozzá, esetleg videót is, hogyha tudtok, az lenne a legjobb. De mondom, hogy csak egy sima sztorit küldtek, nekünk már az is tökéletesen megfelelne. És nagyon szépen köszönjük, hogy ma is itt voltatok velünk, és hogy rákattintottatok a videónkra, és hogy végignéztétek. És ha szeretnétek segíteni a munkánkat, azt nagyon egyszerűen megtehetitek, itt a feliratkozás gombra nyomjatok rá. Jövő héten pedig ugyanitt találkozunk, csütörtökön a YouTube-on, a YouTube channelünkön, itt a Trollfocin. Sziasztok!